Súlya László vagyok, a hemofiliások baráti körének az elnöke. A betegcsoportunk is érintett nem csak a hemofiliával, hanem minden fertőző betegséggel érintett lehet, és ennek a kapcsán beszélgetek dr. Makara Mihály főorvossal. Jól mondom? Igen. Hát Makara Mihály doktor vagyok, a Szent László kórházban dolgozom, 36 éve egyébként. Elsősorban fertőző májgyulladásokkal foglalkozom, ez a fő szakterületem, amik ugye szintén vírusok. A hepatitis C az egy RNS vírus, hasonlóan, mint a SARS-CoV-2, ami a mostani dühöngő járványt csinálja. Igen, mi a hemofiliás betegek át is éltük a hepatitis C vírusnak a járványát. Gyakorlatilag a 1993 előtt született hemofiliásoknak a több mint 90%-a megkapta ezt a fertőzést vérkészítményekkel. Igen, a 93. júniusa óta szűrik a teljesen általánosan a vérkészítményeket, illetve a vérből készülő gyógyszereket is. Azt lehet mondani, hogy ilyen átvitel az irodalmi ritkaság. Sajnos előfordulhat az, hogy mivel ellenanyagot néz, és nem direkt vírus kimutatást csinálnak a vérekből, egy-egy eset van, amikor úgynevezett ablakperiódus van még, tehát még nem jelent meg az ellenanyag, de a vírus már benne van a vérben, és ezt ablakperiódusnak hívják. Nekem is volt egy ilyen betegem a hosszú pályafutás során, amikor érdekes módon ott a plazmát, azt eladták gyógyszergyárnak, és a gyógyszergyár kimutatta az RNS-t, mert ők megnézték, hogy van-e benne RNS, és tudni lehetett, hogy ki fog törni, egy hepatitis ki is tört. Igen, és a gyógyszergyár ezt a kimutatás utáni plazmát, ezt kidobja. Igen. Ez kerül a veszélyes hulladékgyűjtőbe. Igen. Na most ugyanez az kérdés, ugyanez az ablakperiódus probléma felvetődik a mostani vírusokkal is. Igen, itt tudjuk azt, hogy a lappangási időszaknak az utolsó két napjában már kimutatható a vírus RNS vizsgálata, és itt is 9-10 nap telik el, míg az IgM típusú ellenanyagok megjelennek a fertőzés kezdetétől számítva. Tehát sajnálatos módon, ha csak IgM-et néz az ember, elnézi a fertőzést. Kiegészítés kell, hogy mi is ez az IgM. Tehát ez az immunglobulin, amit a szervezetünk reakcióként a vírusra képez. Így van, tehát ez az M, az a nagy molekulájú, ezek még eleinte egyébként picit pontatlanabbak, és később képződik a 14. nap környékén, vagy 10. nap után az IgG típusú tartós ellenanyagválasz, és akkor az IgM lecseng. Sajnos az IgG is lecseng. Úgy látszik, hogy a SARS-CoV-2 ellen képződött ellenanyagok szintje az viszonylag gyorsan csökken, és félő ezért, hogy egy év elteltével már nem lesz immunitás. Tehát ez hasonlóan fog viselkedni, mint az influenza vírus? Az irodalmi adatok szerint elég változékony ez a vírus, de nem annyira változékony, mint az influenza. Tehát nehéz azért megjósolni, hogy hogy fog alakulni a vírusok mutációja. Az a mutáció érinti-e azt a szakaszt, ami az oltáskor beadott anyag? Tehát ugye az oltások során a legtöbb esetben vagy a tüske részét adják be a vírusnak, vagy egy RNS darabot adnak be a vírusból, vagy a burok fehérjét adják be. Tehát a legtöbb oltási kísérlet az nem a teljes vírusra vonatkozik, hanem egy-egy szakaszára. Ha abban a szakaszban következik be egy mutáció, az a gén szakaszban, ami ezt a fehérjét állítja elő, abban az esetben könnyen lehet, hogy az oltás ellen képzett ellenanyag a következő vírusgeneráció már nem fog hatni. Ugye az influenzánál is mindig ez van, hogy ott évről évre új törzseket raknak bele az oltásba, hogy hatékony legyen. Igen, és arról még nincsen
tudomásunk, pontos tudomásunk, hogy mely része a vírusnak, ami stabil, ami kevésbé változik, melyek azok a fehérje szakaszai, amik nem annyira mutálódnak? Igen, vannak erre vonatkozó rész ismeretünk, hogy mely része, de gyakorlatilag a vírus összes részén, összes fehérjéjén már mutattak ki mutációkat. Akkor ez nagy feladata lesz az immunológusoknak, tehát akik előkészítik ezeket a vírus ellenanyagokat, illetve az is egy kérdés, hogy a mi szervezetünk hogyan is reagál ezekre. Igen, ugyanakkor az egyéb koronavírusokkal kapcsolatban van egy olyan tapasztalat, hogy az évente a gyerekek az óvodai vírusokat, az óvodai náthákat, azt visszakapják. És olyat is kimutattak, hogy ugyanazt a vírust, ugyanazzal a genetikájú vírust is újra el tudja kapni a gyermek az óvodai járványok során, tehát ez nem túlságosan bíztató egyébként. Na mostan itt valószínűleg ebben a mostani járvány elleni küzdelemben egy kicsit túlhangolta magát a társadalom. Ez a fajta túlhangoltság, ez fenntartható? Ha igen, akkor mennyire? Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sok ország csinált nagyon sokféle dolgot, hogy csak egy példát mondjak, Kínában a pénzt két hétig pihentették és melegítették, hogy csak utána engedték újra forgalomba, hogy nehogy a vírus a pénzen keresztül terjedjen, papírpénzen keresztül arra ráragadva. Volt olyan ország, amelyik a tesztelésre feküdt rá nagyon, ez például tipikusan Dél-Korea, ahol gyakorlatilag cella információ alapján, aki arra fele járt, azt már behívták tesztelni, megnézték a mobiltelefonoknak a cella információját. Aki egy fertőzéses gócba belépett, a két kilométeres között, akkor mindenkit leteszteltek. Egyébként nagyon hatékony módszer volt, és náluk nem is voltak nagy lezárások. Egy-egy kis területet zártak le, tehát az a fajta őrület, ami szinte egész Európát jellemezte, hogy két hónapon át se kisebe, sehova, egyébként rengeteg pszichés problémát okozva ezzel, gazdasági problémát is nyilvánvalóan, hogy rengeteget. Sőt, ezeknek a hosszú távú hatásai úgy gondolom, hogy kitapinthatóan a mai napig ott van a társadalmunkban, egyfajta fásultság, egyfajta bizonytalanságérzés. Egyébként ez is egy borzasztó nehéz probléma, ugye az, hogy senki nem tudja biztosan megmondani, hogy lesz-e második hullám, nem, mikor lesz második hullám, hogy fog a vírus alakulni, rengeteg a bizonytalanság. Az a kérdésem, hogy mit tekintünk egyáltalán második hullámnak? A második hullámnak a következő szezonját, ez egy szezonális betegség. A tisztességes koronavírusaink mindegyike novembertől áprilisig szezonális. Ugye a szezonalitást az ember a légkondicionálókkal elsősorban el tudja rontani. Vagyis nyáron is tudunk produkálni, akár járványszintűt egy-egy jól légkondicionált áruházba. Így van, és durván beklimatizálják, hogy a hús ne romoljon meg. Uh-huh. És ugye a vírus az két dolgot szeret, a hűvöset és a szárazat. Tehát és a légkondicionál pont ezt csinálja, kihűti a levegőt és szárítja is a levegőt, kiveszi a vizet belőle. Tehát 8 fokon, volt egy ilyen kísérlet, ahol nézték a vírus terjedésének optimumát, az ő optimuma 8 fokon van, 8 Celsius fokon. Tehát ez gyakorlatilag ez a februári igen. vacakidő, meg igen. a novemberi vacakidő. Igen. Igen, nem igen. az igazi téli fagy. Igen. Uh-huh. De ugye itt is van, hogy milyen napszakban nézi az ember reggeli, délután és a többi. Össze is hasonlítottak országokat a terjedés szempontjából. Március-áprilisban a fő terjedések azokban az országokban voltak, ahol még a hűvösebb volt az időjárás. De ugye abban az esetben, hogyha
becsukjuk az ablakot, légkondicionálunk, akkor azt elrontjuk. Na, akkor itt az első tanács. Minél kevesebb légkondicionálás, minél több levegő. Nem véletlen, hogy mi is ezt az interjút itt a szabadban csináljuk, mert ez talán az egyik legkevésbé fertőző környezet. Itt tud a legkevésbé terjedni a fertőzés. Kellemes koranyári idő van, nem süt nagyon a nap. A napot sem éri egyébként, tehát az ultraibolya sugárzás is pusztítja a vírus, percek alatt elpusztul normál napfény, rásütő napfénytől. Lehet összefüggés egyébként a szezonalitás szempontjából a D-vitamin tartalommal is, tehát azt mondják, hogy akinek kevesebb D-vitamin tartalma van, az jobban hajlamos a megbetegedésre. Ugyanakkor a saját koronavírusaink meg valószínűleg védenek ez ellen, a koronavírus ellen. Van egyfajta keresztimmunitás? Igen, ezt mondják, hogy akkor van. Akkor ez nem anekdóta, és nem áltudományos. A gyerekek ugye nem betegszenek meg. Erenesük sincsen, tehát nem arról van szó, hogy beléjük kerül a vírus, ott szaporodna, csak nem lennének tünetek, nem is szaporodik bennük. Tehát PCR-rel megnézve, ezt még talán érdemes végig gondolni. Ugye a vírus szám a nyálban az 10 000-től 100 millióig, a legmagasabb vírus szám, amivel találkoztam, az 1 milliárd vírus volt per milliliter. Hoppa. Tehát ha belegondol az ember, egy 100 milliós vírus számú ember nagyon könnyen körbefertőz egy munkahelyet, egy színházat, egy bárba, hogyha bemegy, ott emberek 40-50%-a beteg lesz. Egy diszpécser központban volt például ilyen nagy járvány. És jellegzetesen 40-60%-a az embereknek beteg lesz, aki ott van, akivel egyszerre énekelt egy zárt térbe. Megnézték utána, németek és koreaiak gyakorlatilag ugyanolyan eredményre jutottak, hogy a feleségét, a házastársát 27%-ban, elég pontosan ugyanez volt a szám, a felnőtteket 20%-ban a családban, a gyerekeket csak 8%-ban fertőzték meg. És ez a vírus számok közötti óriási különbségek magyarázzák azt, hogy egy szuperterjesztő csak attól, hogy énekelnek, átadja 40-60%-nak, míg a feleségnek csak 27%, mert sokkal alacsonyabb a vírus szám egy csomó emberben. Egyébként ezek a szuperterjesztők, ezek a nagy, magas vírus számúak közlemények szerint betegek voltak. Tehát nem a tünetmentes, azoknak rendszerint alacsony vírus számuk van. A tünetes, tehát ezek köhögtek, náthásak voltak, hőemelkedésük volt, rosszul érezték magukat, tehát éjszakai. Tehát például, amikor a tévében láttuk, hogy politikusok ottan nyilvánosan beszéltek, és látszott rajta, hogy ő beteg. Igen. Akkor ő szórta a vírust ezerre. Biztos. Na, hát ez egy tanulság, hogy amikor valakinek bármilyen ilyen légúti tünete van, akkor diszkrétebben viselkedjen a közösségben. Ugye a szervezet interferont termel, ugye mi ezt adtuk be régenben a hepatitis gyógyítására. Ezeknek a jellegzetes az izomfájdalom, a levertség, az éjszakai izzadás, a rossz közérzet, ízületi fájdalma is lehet. Tehát, hogyha valaki ilyen általános vírustüneteket észlel manapság, akkor gondolni kell a COVID-fertőzés betegség lehetőségére, és nem szabad elmenni közösségbe. Tehát az első szabály, bármilyen ilyen általános tünetem van, fékezzem a közösségbe való részvételem. Pontosan. Nem kötelező templomba menni, nézd meg online-on a tévébe. A másik oldalon, hogyha íz- és szaglászavar jelentkezik, vagy száraz köhögés, igen, az meg annyira jellemző, akár láz nélkül is. Gyakorlatilag ma ki lehet mondani a diagnózist, hogy akinek hirtelen elmegy a szaglása, majd az ízérzése, az bizony COVID-fertőzött. De nem biztos, hogy még a teszt kimutatja nála a jelenlétet. Ilyenkor már a torkából
az RNS kimutatható, illetve az orrból az RNS kimutatható. Egyébként a tesztek is mostanára sokkal érzékenyebbek lettek, mint kezdetben. Ma már sokkal nagyobb arányban van a vírus kimutatás, és még egy van, a nyálból is ki lehet mutatni a mostani érzékeny tesztekkel, tehát az orgarat... Hát nem csak vérvétellel, hanem nyálból. Igen. És az orgarat mintavétel azon nagyon kellemes. És mit javasol, mikor érdemes a gyors teszteket használni? Én a gyors tesztek megbízhatóságát erősen kétlem. Gyakorlatilag megbízható gyors teszttel még nem találkoztam. Számos laborból jött vissza ugyanaz, beleértve saját laborunkat is, hogy a korábban használt gyors tesztek szinte teljesen használhatatlanok voltak, tele volt áll pozitív és áll negatív leletekkel. Ma szerencsére normál laboratóriumi ELISA alapú tesztek rendelkezésre állnak, és ezek megbízhatóak. Tehát amiket az egyetemek használtak az IgG alapú ELISA, illetve a PCR módszerek, ezek megbízhatóak. Tehát amit a boltokban vagy interneten felkínálnak, arra ne rohanjunk megvásárolni, viszont hogyha elmegyünk egy megfelelő szakrendelésre, ott meg tudják ezeket a vizsgálatokat csinálni, hogyha valakinek tünete van. Ahol mikrobiológiai laboratóriumok vannak, azért azok megbízhatónak tekintetők, csak nem a gyors teszt. Igen, most ilyen megbízható laboratóriumok azok a megyei kórházakban találhatók. Igen, a népegészségügyi központban is természetesen, az NNK-ban is, és vannak magánlaborok is, amik teljesen megbízhatóak. Aha. A megyei kórházakba, ha elmennek, azért ott találnak olyan laboratóriumot, vagy olyan szakrendelést, ahol a megfelelő vizsgálatokat el tudják végezni. Így van. Vannak ugye most kijelölt kórházak is vannak, akik COVID-betegekkel foglalkoznak. Ugye ez mindig az aktuális helyzettől függ. A László kórház az az első pillanattól, és valószínűleg az utolsó pillanatig ott lesz a dolognak a központjában. Legsúlyosabb betegeket hozzánk hozzák, ide irányítják, igen. Igen, tehát ma is érvényes az, hogy néhány kórház kiemelten foglalkozik a COVID betegekkel, de nem csak a COVID, hanem általában a fertőző betegekkel, és ezeknek a csúcskórháza jelenleg a László kórház. Így van, nálunk van, tehát COVID osztályok vannak, illetve van egy teljes pavilon kijelölve az ambuláns betegeknek a fogadására. Amikor csúcsra járt, akkor több száz beteg jelent meg, illetve fertőzés gyanús ember jelent meg. És akkor ezek szerint beigazolódott az a tavaszi jóslat, hogy a nyár ezt a COVID fertőzést, ezt a járványt egy kicsit le fogja csillapítani, és szorványossá fogja tenni. Ugye az a probléma, hogy például Floridában a légkondicionálóval ezt elrontják. Néhány vallási szokás például, amikor szentképek csókolgatása, Krisztus lábának csókolgatása, vagy a szent fal csókolgatása bizonyos helyeken, azok nagyon nagy mértékben elősegítették a járvány szétszóródását. Furcsa módon az is valószínűleg befolyásolja a járványt, hogy a nép hány puszit ad. A Európában a belgák, franciák és svájciak azok, akik három puszit kell, hogy adjanak, már egy viszonylag távoli ismerősnek is, köszönésképpen. Ez ott a népszokás. Valószínűleg nem teljesen véletlen, hogy ezekben az országokban milyen mértékben szétszóródott ez a vírus. Tehát amivel mindig bohóckodnak, bocsánat a kifejezésére, az a készfogás. Kezet fogni lehet, utána fertőtlenítővel meg lehet oldani. Ha valakinek puszival ide nyomta a vírust, az eléggé valószínű, hogyha megfelelő vírusszám volt az illetőben, hogy ezzel átadja. Arról kevésbé beszélünk valahogy. Ugye minél hangosabban beszél az ember, annál inkább szórja a légúti váladékát. Éneklés is, kiabálás is a rossz dolgok közé tartozik.
De az továbbra is él, hogy a családon belül a család közös életét azt nem kell jelentősen korlátozni, mert ha bejut, akkor nincs mese, végigmegy, de magát a bejutást nem ez fogja gyorsítani, hanem az, hogyha hazamegyünk és nem mosunk kezet. Így van, tehát minden közösségi tér elhagyása után, amikor belép az ember a saját mikrovilágába, ami lehet a saját kocsia, vagy lehet az ajtó, amin bemegy, az első dolog kell, hogy legyen, hogy kezet mos az ember, mielőtt bármihez hozzáér. Ott arra érdemes még odafigyelni a csapra. Én láttam egy angol oktatófilmet, ahol kinyitotta a csapot, kezet mosott, majd visszanyúlt, és elzárta a csapot. Nyilvánvalóan, hogyha az ember a vírust ilyen feketének ábrázolja, akkor jól lehet demonstrálni, hogy az ember visszavette a csap megfogásával. Tehát vagy egy, ugye kórházakban ez a karos megoldás van, van, ahol ugye olyan csap van, amit egyszer nyom meg az ember, kifolyik és magától elzáródik, de ha nem ez a helyzet, akkor tessék venni egy papírzsebkendőt, és WC-papírt, pontosan, és azzal nyitni-zárni a csapot, mert vissza a kapja ugyanazt. Igen, és a csapoknak a fertőtlenítése, hogyha egy közösségbe megy az ember, vagy valamit üzemeltet, akkor erre oda kell figyelni, hogy a csapokat is tessék rendszeresen fertőtleníteni. Megemlítette nekem főorvos úr a korábbi beszélgetéseinken, hogy a saját munkatársainál bent a ambulancián milyen intézkedéseket csináltak, és gyakorlatilag panaszmentes minden kollégája, tehát vírus, sőt nem csak hogy panaszmentes, hanem vírusmentes tudott maradni több száz betegnek a látogatása után is. Tehát azért erről egy pár szót ejtsünk, mert ez tanulságos lehet. Tehát ugye én a Megbetegekért Alapítvány pénzén február legelső napjaiba vettem 50 FFP2-es maszkot, amikor még lehetett kapni, hogy legyen a nővéreknek, egyébként szükség is volt rá a László kórházban. Igen, a legfertőzöttebb helyen. Úgyhogy szükség volt rá. Megtiltottam a nővéreknek azt, hogy az étkezőben, a teakonyhában egyenek. Igen, tehát a közös étkezés is megszűnt. Kötelező volt a maszk használat már februártól. És nem volt szabad levenni akkor sem, ha nincs ott beteg. Mert az ember, ugye, ha nem vigyáz, akkor tapicskol, majd belenyúl a szájába önkéntelenül. Ugye a maszk azt is megakadályozza, hogy az ember belenyújkáljon a szájába. Volt egyébként egy nagyon jó pofa, ilyen tévében is, illetve az interneten is szerepelt, valaki éppen azt magyarázta, hogy ne nyújjunk a szájunkba, olvasta föl a szöveget, majd lapozott egyet. Igen. De igen, nem tudod következetes maradni. És pont azt magyarázta, hogy ne nyúljunk a szánkba. Nem tudod következetes maradni, igen. Ki volt téve a bejárathoz és a pulton, ahol a nővérek átveszik a betegektől, ki volt téve a fertőtlenítő már február elején, és igen, átnézték a nővéreket ellenanyag szintre, és az én nővéreim közül senki nem betegedett meg, nincsen senkinek ellenanyag szintje. Ez csak úgy üzenet a többi orvos számára, hogy lehet úgy vezetni egy szakrendelést, hogy a még fertőző betegek jelenlétében is, hogy az egészségügyi dolgozók biztonságosan tudjanak dolgozni. De ehhez az kell, hogy feltételezem magamról, hogy fertőző vagyok, és feltételezem a munkatársamról is, hogy fertőző, illetve a környezetemről folyamatosan azt kell feltételezni összes közösségi térbe, hogy ez fertőző. Hangsúlyozom még egyszer, a zárt tér az igazán veszélyes. Igen. Na most jön a nyár. Nyilván, aki sátorban van, a sátorban nyaral, ez nagyon kevés ember. Nagyon sokan nyaralnak hotelekbe. Milyen tanácsokat ad ezeknek az embereknek?
Hát itt elsősorban a hotelnek a menedzsmentje kell, hogy jó szabályokat behozzon, tehát az egyszerre bent tartózkodók, egy helységben tartózkodók létszámát korlátozni, adott esetben szobaszervizzel kivinni az étkezéseket, és nem mindenki egy időben a közös étkezőbe összezsúfolni. Mindenképpen azokat a rendezvényeket, ami hangoskodással vagy több ember együttes jelenlétével. Szurkolói közösségekre gondolom. Így van. Ezeket is ugye limitálni kellene, ezeken a helyeken abszolút fontos a jó szellőzésnek a biztosítása. Lehet turnusokra osztani például az étkeztetést, lehet megfelelő előírás is tulajdonképpen, hogy az asztalok megfelelő távolságra legyenek egy asztal társasághoz, az egy háztartásban élő emberek üljenek le, ne ülögessünk össze-vissza a másik, ugye étkezés közben képtelenség a maszk használata. Igen, és a klímával mi legyen? Itt a nyár. Én azt gondolom, hogy lehetőség szerint ne használjunk klímát. Sőt, volt olyan tanács is, ami nem tudom, hogy jó tanácsa, hogy a klíma mellett legyen nyitva az ablak. Lehetetlen, annak már úgy van a klímarendszerek, amik meg is szűnnek, ki is kapcsol. Igen. De hogyha működik, akkor meg az értelmét. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy most próbáljunk meg a természetes úton való, tehát az árnyék pontosan egy kis vizet kiönteni az erkére például, ha akinek van, és ami biztosít egy természetes hűtést. Igen. De egyébként a fák azok? Az lenne a legnagyobb érték. Igen, hogy minél több fa, minél több park. Igen, és az erkélyeken pedig locsolni, és ott is minél több növény. Igen. És egy árnyékoló. Pontosan. És nyitott ablak. Igen, itt a lehetőség, itt a nyár. Hát nagyon köszönöm az interjút, remélem, hogy mindannyian sokat tanulunk belőle. Köszönöm, hogy lehetőséget adtad.